Kerékbárci Szabolcs a DK elnökségi tagja, aki egy hete fújja, hogy van, vagy nem egy hete, de pár napja, hogy van a külügynél dokumentum, van információ, a külügy pedig azt mondja, hogy nincs. Majd most, pont egy héttel később, kiáll és egy sajtótájékoztatón is elmondja, megismétli, hogy már pedig van náluk, és most kiderül, hogy van. Igaz, hogy csak egy fecni, ahogy mondták, de valami van. Jó estét kívánok, ez tényleg egészen döbbenetes, mert ugye azt állította a külügyi államtitkára ma kb. 6 órával az én sajtótájékoztatóm után, lobogtatva egy valamilyen papírt, hogy itt van ez a fecni, ami se aláírás, se pecsét, semmi, semmilyen új információt nem tartalmaz. A Fidesz nem úgy ismerjük, hogyha az ő álláspontját igazolta volna egy irat, akkor azzal nem állt volna ki már múlt csütörtökön. De hát ez nem irat, ez egy sajtcédul, egy fecni. Szerintem, igen. Ez olyan bornírt, udvariatlan, hadd mondjam így, nagy tisztelettel bunkó magatartás egy külügyi államtitkártól, egy diplomáciai iratra ilyet mondani, hogy lépjünk is túl. Tehát csütörtökön megkapnak egy információt, meggyőződésem, hogy ez azt tartalmazta, amit ma elmondtam, vagyis az összes nevet és az összes névhez kapcsolódó olyan indokot, aminek alapján az amerikaiak a beutazási tiltólistára tették rá az embereket. Biztos, hogy a nevek is ott vannak? Ezt azért kérdem, mert maguk az amerikaiak állítják, hogy ők neveket nem adhatnak ki. Hát neveket már nyilván akkor kiadtak, amikor közvetlenül megkeresték az illetőket azzal, hogy ők rajta vannak. Jó, de hát az nem nyilvános. Hát... Azt nem kellett volna megtudnunk, az egész nagyon ügyet nem tudtuk. Nagyon meglepődnék, ha ez nem egy teljes dokumentum lett volna, maradjunk ennyiben. Minden újságírót, minden oknyomozót, minden értelmiségit arra ösztönzök, hogy kérdezze a kormányt és a külügyminisztériumot. Tehát csütörtökön megvan az információ, semmit nem mond a kormány. Ha őket igazolta volna, és csak megismételte volna az amerikai diplomácia azt, amit ma addig is tett, ami nagyon fura dolog lett volna, mert miért mentek volna be a külügybe, ismételte leadni valamit, amit már leadtak. Ismét hadd szólja közben, azt mondják, hogy ez nem is hivatalos, mert nincs pecsét és aláírás rajta. Van olyan, hogy az amerikai diplomácia, vagy bármely országban a fogadó állam külügyminisztériumához bemegy egy diplomata, ugye a nagykövetséget képviselő ember diplomata, és az nem hivatalos? Hát nincsen. Hát olyan van, hogy én bemegyek, és mondok önnek diplomataként, a fogadó országban a partneremnek valamit mondok. A szövegen sincsen pecsét és aláírás, mégis teljes értékű információnak számít, amit én önnek verbálisan szóban átadok. Egy leírt dokumentumon nem feltétlenül kell, hogy legyen egy pecsét vagy bármi. Hát akkor ez mégsem egy fecni csupán. Hát persze, hogy nem az. Csütörtökön megvan az információ, folyamat tudják, tudja Orbán Viktor is egész biztos, hogy ilyen információ eljut hozzá, és hogy el kell, hogy jusson. Ha nem, akkor sajnálom szegény, mert elszigeteli és fúrja a saját pártja. Hazudnak reggel, délben, este. Nem állnak ki a nyilvánosság elé. Kedden elkezdenek hazudozni mindenféléről, nem állnak ki ezzel az információval. Pénteken, bocsánat. Szombaton viszik tovább a hazugságáradatot, hergelik be magukat ebbe a korrupt, hazug mókuskerékbe, de nem állnak ki azzal, hogy tegnap előtt mi már kaptunk egy információt, akkor, és ez így megy vasárnap, hétfőn, kedden, szerdán, csütörtök, ha ma én nem állok ki sajtótájékoztatót tartani, akkor ez nem derül ki, ez a történet. Tehát itt arról van szó, hogy van egy velei korrupt, az amerikai, a transatlant és a magyar nemzetbiztonságot veszélyeztető kormány, mert erre az amerikai listára csak az tud felkerülni, aki veszélyezteti az amerikai nemzetbiztonsági érdekeket. Ha valaki a legfőbb szövetségesünk nemzetbiztonsági érdekeit veszélyezteti, az eléggé közvetlenül veszélyezteti az európai és a magyar nemzetbiztonsági érdekeket. Nos, ezzel kapcsolatban átadnak, jelzéseket adnak az amerikaiak egyébként már évek óta. Nem véletlen, hogy Obama elnök mit mondott egy pár hónappal ezelőtt, Clinton volt elnök mit mondott, tavaly mit mondott Hillary Clinton, vagy tavaly előtt talán, amikor külügyminiszterként Magyarországon járt, nagyon erősen figyelmeztette Magyarországot bizonyos antidemokratikus tünetekre. Tehát egy csomó jelzés volt, kiverte a biztosítékot nyilván egy csomó egyéb jelenség, keleti nyitás, Paks, Ukrajnával szemben az orosz agresszort védő, az oroszok mellett kiálló magyar álláspont, és így tovább. Ezek eszkalálódtak, nyilván elértek egy kritikus pontot, az amerikaiak léptek. Ez történt. Ma már a hazugság spirálban oly mértékben bele van csavarodva az amerikai, vagy a magyar kormányzat,
Orbánostól, Lázárostól, Rogánostól, Szijjártóstól, Magyar Leventéstől, és még nem tudom kicsodástól. Ebből én megértem őket olyan szempontból, hogy borzasztó nehéz innen kitörni. De ki kell törni, mert ez a magyar nemzeti érdek. Azt mondta Magyar Levente, az államtitkár, aki kiállt a sajtótájékoztatóra, hogy még a mai napon nyilvánosságra hozzák ezt az amerikai nagykövetség által. A dokumentumot fél hétig, amikor én utoljára ránéztem, én nem találkoztam vele. De ettől még lehet, hogy mire hazaérek, addigra már fogom tudni olvasni, önök meg most is meg tudják nézni akár az interneten. De előbb mondott valamit, ami szöget ütött a fejembe. Nem a korrupciós ügyről beszélt, hanem nemzetbiztonsági kockázatról. Tehát minthogyha ez az egész, bár Magyarországon ez úgy jelent meg egy nagy korrupciós háló, egy nagy korrupciós ügy lenyomataként, de közben ez ennél több lenne, vagy ehhez képest egy kicsit más lenne, mert itt a biztonsági kérdések merülnek fel. Így van. Ez egy kétoldalas rendelet, ez az elnöki rendelet, amelynek alapján a beutazást megtagadták 6 magyar állampolgártól, egyelőre 6-tól. Ez a rendelet egy nagyon egyszerű nyelvezetű szöveg, Vida Illikónak is le lehet fordítani egyébként nagyon könnyedén nyilván, aki tud egy kicsit angolul. Ebben az szerepel, hogy nem egyszerű korruptnak kell lenni, mert korrupció minden országban van sajnos, hanem olyan mértékű korrupt ügyeknek kell lenni, amely ügyek veszélyeztetik az amerikai nemzetbiztonságot. Na most nyilván egy kifli ellopása, vagy akár még egy befektető megkenése, vagy hasonló dolog nem éri el ezt az ingerküszöböt. Amikor itt van azeri ügy, ugye jönnek információk, nem tudom, hogy ez belejátszotta az amerikai ügybe, de nem véletlenül jönnek most ezek az ügyek. Parkoltatott-e az azeri diktatúra Magyarországon olyan pénzeket, korrupciós pénzeket, amelyekkel magyar kormányzati politikusokat fizettek? Mi van ezzel a MET ügyjel, ezzel a gázkereskedő ügyjel, amelyik egy svájci cég, ugye ez is egy múlt heti történet. Az Orbán kormány azt ígérte, hogy csökkenti a rezsidíjakat 2010-ben. Ehhez képest ahelyett, hogy olcsó nyugati gázt vettünk volna, nem pedig a drágább oroszt használtuk volna föl, és juttatjuk ezt el a magyar fogyasztókhoz, átjátsszuk az olcsó gázt csókosoknak, fideszes haveroknak, ő általuk alapított cégnek, akik aztán drágábban adják el a magyar embereknek, tehát, a magyar vállalatoknak. És így tovább, és így tovább. Tehát igazából gazdaságpolitikai, geopolitikai, biztonságpolitikai kérdések merülnek fel, és ez mind egy korrupciós mázzal leöntve. Ha jól fogalmazom, akkor nagyjából ez lehet a konklúziója. Hadd hozzak egy utolsó mondat elejéig szóba valamit, ami engem meglepette. A Lengyel Külügyi Intézet készített egy elemzést, ami napvilágot látott, és ott egy Kaland nevű elemző úr azt írja, hogy az, ami Magyarországgal történik, az egyrészt persze Magyarországról szól, és arról, ami Magyarországon van, és ami a magyar politikával van, de egyúttal figyelmeztetés a négyeknek és az Európai Unió egészének, hogy Amerika bizonyos dolgokat nem tűr, és kész fellépni bizonyos ügyekben, sokkal keményebben, mint valaha is. Magyarország kapcsán ugye elmondják azt, hogy nem biztos, hogy fogadják az új kinevezendő magyar nagykövetet, tehát lehet, hogy ezen a szinten maradnak a nemzetközi kapcsolataink Amerikával, mint hogy most vannak, vagy például a befektetőket lebeszélik arról, hogy Magyarországra költsenek. Mennyire szólhat ez az egész dolog annak, hogy az Európai Uniót akarja az Egyesült Államok rányomni arra a témára, amit oly sokan feszegetnek, hogy miért nem lép fel az Európai Unió Magyarországgal szemben? Az Európai Unió egy államszövetség, ha úgy tetszik, az Egyesült Államok pedig egy ország önmagában. Sokkal könnyebb egy szuverénnek, egy államnak lépnie adott esetben, mint egy államszövetségnek. Németország hihetetlen kemény jelzéseket adott az elmúlt néhány napban a magyar kormánynak. Itt járt a német külügyi államtitkár, Szijjártó Péter ma, vagy tegnap megkapta a német külügyminisztertől a nagyon kemény bírálatokat, és így tovább. Én azt gondolom, hogy négykezeset játszik az Európai Unió az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államok most valóban, mivel úgy érzi, hogy az ő közvetlen, szuverén nemzetbiztonsági érdekeit veszélyezteti a magyar kormány és annak néhány tisztviselőjének, nem is kispályásoknak a tevékenysége, ezért ő most könnyebben lép. Amiket ez a lengyel kutató felsorolt, azok reális alternatívák. Én magyar hazafiként nem kívánom azt, hogy lebeszélje az Egyesült Államok a saját befektetőit arról, hogy Magyarországon fektessenek be, vagy vigyék innen ki a pénzt. De magyar hazafiként a másik énem azt mondja, hogy itt igenis demokráciát kell építeni, igenis nyomást kell gyakorolni, mert a transzatlanti szövetség számunkra nem külföld,
az számunkra belföld. Itt minden demokrata magyar hazafinak az az érdeke, hogy Magyarország visszataláljon az euróatlanti, az európai nyugati útra, ahová Szent István akart bennünket 1100 éve eljutatni. Kerékbársi Szabocs, köszönöm szépen. Én is köszönöm.